<laughs> Majd cserélünk mindjárt. Jó napot kívánok! Kérdezem, hogy kezdjük a sajtótájékoztatót. Jó. Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözöljük Önöket a mai sajtótájékoztatónkon, amely az Európai Uniós források felhasználásáról szól. Ugye, tegnap elmondtam azt a tíz miniszterelnöki vállalást, amivel Magyarországon egy új korszakot szeretnénk nyitni április 8 -a után. Azt a tíz vállalást, amivel felépítjük Magyarországon egy új társadalmi modellt, a szociális demokrácia modelljét. A tíz szeretném az elkövetkező napokban egy kicsit jobban kifejteni, és az első sajtótájékoztató, amit Újhely István, az Európa Parlamenti Képviselő barátommal közösen tartunk, az arról szól, hogy milyen Európát szeretnénk, hol szeretnénk Magyarországot látni ezekben az új Európában és mit tennénk azokkal a forrásokkal, amelyeket az Európai Uniótól kap Magyarország. Szeretném nagyon világosá tenni azt, hogy mi hiszünk Európában, és éppen ezért mélységesen megvetjük azt a fajta politikát, ami minden európai kezdeményezést megpróbál megakadályozni, és ahelyett, hogy az Európai Egységet, a Magyarország nemzeti érdekét szolgáló Európai Egységet támogatná, ahelyett egyfajta keréktörője az Európai Unió megújításának. Mert már Európa pártiak vagyunk, de egy másfajta Európai Uniót szeretnénk mi is, egy szociálisabb Európai Uniót. Nagyon pozitívnak érezzük azokat a kezdeményezéseket, amelyek a szociális pillér elindításával megindultak az Európai Unióban. Mi, európai gondolkodású baloldaliak és zöldek egyértelműen a szociális Európában hiszünk, és abban hiszünk, hogy Európa nem maradhat egy politikai és gazdasági egység akkor, hogyha ennek nincs egy szociális pillére is, hogyha nincsenek olyan mechanizmusok, amelyek a keletkező európai régióban és Magyarországon is elhozzák azt a szociális biztonságot és azokat a munkavállaló jogokat, amelyek sok európai országban már megvalósultak. Orbán Viktor számunkra érthetetlen módon akadályozza és ellene megy a szociális pillér megalkotásának, bár kénytelen keletlen ő is aláírta a Göteborgi nyilatkozatot, de például a fideszes képviselők a múlt héten itt a Magyar Parlamentben leszavazták ennek a végrehajtását. Teljesen érthetetlen, hiszen Kelet-Közép-Európának alapvető érdeke, tulajdonképpen még a centrum országoknál is nagyobb érdeke fűződik ahhoz, hogy létrejöjjön a szociális Európa, hogy az a szociális védelem, például valamifajta közös bérpolitika és valamilyen fajta közös foglalkoztatáspolitika és védelem az álláskeresősben lévő embereknek, ez sokkal inkább érdeke a magyar államnak és a magyar polgároknak, mint a nyugat-európaiaknak. Bár hosszú távon össze-európai érdek, mert hogyha Magyarország csak a piaca lesz a Nyugat-Európán megtermelt termékeknek, ha csak a tőke és a munkaerő áramolhat szabadon, akkor előbb-utóbb azon veszük észre magunkat, hogy a legjobban képzett magyar munkaerő Nyugat-Európában dolgozik, és ettől Magyarország leszakadása tartósá válik. Nyugat-Európára pedig olyan terheket rak, amely olyan rossz válaszokat idézhet elő, mint például a Brexit volt. Éppen ezért tehát ezen az úton tovább kell mennünk és mindent meg fogunk tenni azért, hogy a szociális gondolat, az európai szociális gondolat az erősödjön, még egyszer mondom ez Magyarország nemzeti érdeke. És nemzeti érdeke az is, hogy azokat a forrásokat, amiket kapunk az Európai Uniótól, azokra, azokat egyrészt ne lopják el, másrészt pedig értelmes dolgokra fordítsuk. Éppen ezért nagyon fontosnak érzem, hogy kezdjünk egy új korszakot már ebben a költségvetési ciklusban, tehát a 2020 előtti kifizetések kapcsán is egy éles fordulatra van szükség. Április 8-a után mindent meg fogunk tenni azért, hogy a fideszes haverok helyett valóban a magyar emberek érdekét szolgáló forrás, forrás, felhasználás történjen meg. Ezért április 8-a után megválasztott miniszterelnökként azonnal fel fogjuk függeszteni az Európai Uniós kifizetéseket. És minden elnyert pályázatot újra fogunk gondolni, azon a nagyon egyszerű logikán, hogy valóban a magyar emberek érdekét szolgáló fejlesztésekre mennek-e. Elég volt Magyarországon a kisvasutakból elég volt a térkövezésekből, a szökőkutakból, a látványberuházásokból, a low wellnessből. Elég volt abból, hogy a vállalkozás fejlesztés kapcsán csak a fideszes haverokhoz juttak el ezek a pénzek. Minden fejlesztést át fogunk gondolni, és olyan fejlesztéseket fogunk indítani, és olyan pályázati lehetőséget fogunk nyitni a magyar emberek számára, ami valóban a magyarországi emberi tőkébe való beruházást fogja segíteni. Energiahatékonyságra szeretnénk fordítani, még például a lakossági célú energiahatékonyságra ezeket a forrásokat. Az oktatás és az egészségügy válságban lévő területeinek a talpraítása akarjuk fordítani ezeket a forrásokat, a szociális biztonság növelésére. Olyan módon szeretnénk ezeket elkölteni, hogy minden közelebb kerüljön az európai gondolat és az európai források az emberekhez. Olyan fejlesztéseket szeretnénk csak támogatni, amik a helyi közösségek valóban akarnak, és amelyek visszapótolják az elmúlt időszakban kivett milliárdokat a humán ágazatokból, oktatásból, egészségügyből, lakáspolitikából, energiapolitikából. És mindent meg fogunk tenni azért, hogy 2020-ra, amikor az új európai költségvetési ciklus elindul, akkor rávegyük az európai döntéshozókat, hogy Magyarországnak és Kelet-Közép-Európának humán erőforrás, tőke injekcióra van szüksége. Azt szeretnénk elérni, hogy minden pénzt a humán szférák talprájtására fordítsunk. Minden pénzt a szociális biztonság, az oktatás és az egészségügyre tudjunk fordítani. Magyarország jelenleg a kőkorszakban él, hogyha az Európai Uniós forrásokat nézzük, hiszen kövekbe fektetünk, valószínűleg nem véletlenül van a miniszterelnök apukájának képen kőbányája. De Európának és Magyarországnak az az érdeke, hogy Magyarország a kőkorszakból az agykorszakba érkezzen, és többek között az oktatás területére fordítsuk ezeket a forrásokat. Itt fog megfordulni Magyarország jövője. Mindezek elérése érdekében arra kérem Újhelyi István, Európa Parlamenti Képviselő urat, hogy tegye meg mindent, ahogy eddig is megtendett a továbbiakban is, hogy Európa egy szociális Európa legyen, és tegye meg mindent azért, hogy az Európai Uniós források magyarországi felhasználásával kapcsolatos botrányok, azok ne akadályozzák meg azt, hogy Magyarország ezekhez a forrásokhoz hozzájusson, hanem legyen világos, hogy amit a magyar kormány ellop, az olyan fejlesztés, amit valóban kidobott pénznek tűnhet Brüsszel szemszögéből és az Európai Fizetők szemszögéből, de mi mindent megteszünk azért, hogy ez a pénz, ez helyes felhasználási célokat találjon, és nincs, nincs jobb beruházás, mint Magyarországon az emberekben való beruházás. Köszönöm szépen, miniszterelnök jelölt úr, eh, kedves Gergő. Április 8-a után eh, az új kormányzatnak, a Karácsony Gergely vezette új magyar kormányzatnak az egyik legfontosabb dolga lesz, hogy rendbe tegye viszonyát, szövetségesi viszonyát az Európai Unió közösségével, az Európai Unió tagállamaival és az intézményekkel, az úgynevezett Brüsszellel, amelyel évek óta szabadságharcot folytat az Orbán kormány. Az elmúlt években 10 000 milliárd forintos nagyságrendben kaptunk együttműködési támogatási forrásokat ahhoz az Európai Unió közösségétől, hogy beruházzunk Magyarország jövőjébe. És nemhogy csökkent volna a távolság az európai közösség és Magyarország között ennek a felzárkóztatási irdatlan mennyiségű pénznek köszönhetően, hanem egyre távolodunk az európai biztonságos fejlődő közösségtől. Éppen ezért tűzzük zászlóra azt a kérdést április 8-a előtt, hogy döntsön a magyar választó Európa vagy Orbánisztán. Érdemi veszély fenyegeti Magyarországnak nem csak az Európai Uniós tagságát, hanem mindazokat a forrásokat is, amelyeket eddig itthon felhasználhattunk, és amelyek Lövendőbeli felhasználási céljairól Gergő beszélt az elmúlt percekben. Érdemi veszély fenyegeti, ezért április 8-a után nagyon gyors munkával kell rendbe tenni Magyarországnak, a Magyarország hitébe, Magyarországba vetett hitet az Európai Unióban. Két dolog veszélyezteti ma ezeket a forrásokat. Az egyik az állami maffia amely nem csak egy hazai ellenzéki sopánkodása a magyar viszonyokat illetően, hanem most már papírja van róla. Európai Uniós csalás elleni hivatalból származó papírja van róla az Orbán kormánynak, hogy állami és a politika fejéhez kötődő korrupciós intézményrendszer viszi el az Európai Uniós forrásokat a hogy arra fordítanánk, amiről például Kerkő beszélt. Magyarországnak, az új kormánynak az első héten be kell jelentenie, hogy csatlakozik az Európai Ügyészség intézményrendszeréhez, hiszen nem lesz bizalom a következő években, hogy Magyarország pénzt, forrásokat kapjon az Európai Uniótól, hogyha nem látja az európai közösség, hogy mi hajlandóak vagyunk a csalások megfékezésére, az Európai Uniós források elleni bűncselekmények azonnali megfékezésére. Miután Magyarország csatlakozott az Európai Ügyészséghez, és egyébként kinyitja a kapuit, a vizsgálatoknak, nyomozásoknak az elmúlt évek állami szintre emelkedett európai uniós forrásokat érintő korrupciója kapcsán. Ezt követően pedig meg kell lépni ergő azokat a lépéseket, amelyek az uniós intézményekkel való együttműködésben, az európai értékekre és az európai szabályokhoz való visszakapcsolódásunkra vonatkoznak. Vállalom! Európai Parlamenti képviselőként és Brüsszelben Magyarországért dolgozó képviselőként, hogy ebben segítem a karácsonykormányt. Hölgyeim és Uraim, az a rossz hírem van, hogy ezen a héten is több olyan fórum, egyeztetés és bizony a nemzetközi sajtót is bejárt hír volt, amely szerint a 2020 utáni források biztosításánál a jobboldali pártcsaládhoz tartozó Merkel kormány és mások is, tehát nem a bal és a liberális pártok ármánykodásáról beszélünk, hanem az Európai Uniót vezető jobboldali pártcsaládról. Határozottan csak azon országoknak szeretnének a továbbiakban Európai Uniós fejlesztési forrásokat biztosítani, amelyek betartják az uniós együttműködés szabályait és amelyek biztosítják a hazai jogrendszerben és a mindennapi politikai életben is az európai értékek meglétét és érvényesülését. Ez ma Magyarországra nem igaz. Tehát, hogyha mi nem tudunk dönteni, és Orbánisztánt építjük tovább itthon, mi 10 millióan, akkor azzal kiiratkozunk az európai közösséggel, kiiratkozunk az európai fejlesztési források felhasználásának lehetőségéből. Épp ezért kell meglépni azokat a lépéseket, amelyekről Gergő beszélt. És a tartalmi kérdésben, amiről a miniszterelnök jelölt szótejtett a Szociális Európa és az ő Szociális Demokrácia programjának viszonyáról, azzal az egy hírrel szeretnék szolgálni, hogy a feladatot értettük, és amikor Brüsszelben az első, most miniszterelnök jelöltként megszervezendő utad lesz, két hét múlva, akkor ennek megfelelően fogunk tárgyalni. Tehát nem pusztán a magyar jogállamiság problémáit kell az asztalra tenni, azzal mindenki tisztában van, azt is tudjuk, mit kell tenni. Demokratikusan kell működni itthon. Ezért olyan tárgyalásokat fogunk megszervezni, amelyek a magyar oktatás, a magyar egészségügy, a magyar munkavállalók helyzetével kapcsolatban biztosíthatják azt, hogy egy új kormány egy új lapot nyithasson Magyarország Európai Uniós történelmében. Ez lesz tehát a feladat, ezt fogjuk végrehajtani, és arról szeretném még önöket tájékoztatni, hogy ezen a héten én magam kedden Londonban tárgyalok a kint élő magyarok helyzetével, a kint élő magyarok regisztrációs és választási részvételével kapcsolatban, pénteken pedig Karácsony közösen Manchesterbe utazunk, ahol a manchesteri politikai vezetőkkel, az ott élő magyarsággal, és a helyi sajtóval beszélgetünk, fórumozunk, tárgyalunk arról, hogy miképpen tudjuk bevonni Magyarország építésébe a haszna 600 ezer magyar, akik elvándoroltak az országból. Köszönöm szépen a figyelmet!